A talaj előkészítése az egyik feltétele annak, hogy megkapják a vetőmagot a Katolikus Karitász öngondoskodó háztartások programjának résztvevői. Az ötödik éve tartó program keretében idén az Országos Karitász 1600 családot, az Egri Főegyházmegyei Karitász Központ pedig 29 településen 800 rászoruló családot támogat. Azokat a családokat célozzuk meg a programmal, akik egyrészt rászorulók, másrészt önként szeretnének csatlakozni a programba, harmadrészt meg termőfölddel rendelkeznek. A program elemei nagyjából úgy néznek ki, hogy azt kérjük azoktól a családoktól, akik csatlakoznak a programhoz, hogy műveljék meg azt a konyhakerti földet, amiben szeretnék a konyhakerti magokat elvetni. Ha ez megtörtént, akkor átadjuk nekik a vetőmagokat. A program következő eleme az a vetőburgonyának a kiosztása, ez egy kicsit későbbi fázis, és hogyha ez is megtörtént, és látják az önkéntes, akik segítik ezt a programot, hogy megy a művelés, akkor a harmadik fázisban paradicsom és paprika palántát osztunk a rászoruló családoknak. Péter Vására már harmadik éve vesz részt a programban, idén itt 150 család kap vetőmag támogatást. A program során szakmai segítséget is biztosítanak a családoknak, hogy kertjeikben a lehető legnagyobb termést takaríthassák majd be. Ha úgy meg kéne venni kész állapotába, zöldségesből, piacról, azzal valószínű, hogy nem tudnánk bírni ebből a fizetésekből, mert ugye gyógyszerkiadás, stb. Azt hagyd ne mondjam. A vetőmag csomagokban 15 féle zöldségmag található. A programban résztvevő családok már megtapasztalták kertjük művelésének pozitív eredményét. Tavaly is kaptunk vetőmagot, ezzel elláttuk a családot veteménnyel, zöldséggel, paradicsom, paprikával, nem kellett a boltban megvenni annyit, pótolni kellett persze hozzá, mert nagy család van, szeretik, de nagyon nagy segítséget jelentett. Országosan összesen 4,5 millió forint, az Egri Főegyházmegyében 3 millió forint értékben vásároltak vetőmagot a rászoruló családoknak.